Ezen a héten a grill ételekhez szeretnénk tippet adni, és hát nagyon remélem, hogy a soron következő receptem is megfelelő inspirációt ad majd. Kezdjük a körettel. A burgonyát vékonyabb karikákra vágjuk. Jöhet a paprika is. A paprikát csak fölcsikozom. Majd jöhet egy sütőpapírral bélelt tepsi, amiből csak beleszórom. Pici olaj, só és bors. Alaposan összekeverem, mehet a sütőbe. És akkor most jön egy másik trükk. Kell hozzá sütőpapírból egy kis tasak, amit egyszerű tűzőgéppel megerősítettem. És ebbe teszek egész hámozott sonkahagymát, fokhagymát. Hogyha nagy a fokhagyma, nyugodtan félbe lehet vágni. Ezt is hozzáteszem. Meglehetősen sok sót rakok hozzá, ugyanis nagyon-nagyon sok sót felvesz a hagyma sülés közben. Egy icipici cukor egyrészt kiemeli az ízét, másrészt karamellizálódni fog, és szintén egy csúranyásnyi olaj. Lezárom, lehajtom a végét, és tűzőgéppel össze tűzöm. Íme a kis hagymástasak. Ilyenkor össze lehet rázni a fűszerekkel, illetve az olajjal. Kisméretű serpenyő, és mehet be a burgonya mellé a sütőbe. És akkor jöhet a tarjapác, egy pici olaj, kis fűszerpaprika, őrölt kömény, bors, és egy kis reszelt fokhagyma. Elkeverem a pácot, és jöhet hozzá a tarja. Jöhet egy nagyobb darab fólia, rányomkodom a tarjára. Így biztosítva, hogy fölül is éri a pác a húst. 40 percet sült a burgonyás paprika, illetve a hagyma. Megnézem, hogy hogyan néznek ki. Tökéletes. Kellemesen megpirult, megpuhult. A hagyma is puha, és látom, hogy egy kicsit karamellizálódott. A sütőt most 220 fokra állítom, és hogyha van rá mód, a 220 fok mellett állítsuk grill fokozatra a sütőt. Elkészítem a burgonyasalátát. A sült paprikához, illetve a burgonyához hozzáadom a görög joghurtot, egy kis reszelt citromhéjat és citromlevet, egy pici só, egy-két csipet kajánbors és egy kis petrezselyem. Elkeverem, igazi kis grillköret, szinte bármilyen húshoz. Kész is a saláta, és akkor nézzük a sült hagymákat. Az illata a szabályszerűen a dióra emlékeztet, úgyhogy kész is. Illetve a sült hagymával még egy kis új hagymát is fogok pirítani. Ezt előkészítem. Ilyen nagyobb darabokra vágom. És akkor jöhet két serpenyő a tűzre. Egyik a húsnak, egyik a hagymáknak. Jöhet egy kis olaj, mind a kettő serpenyőbe. Jöhetnek a sült hagymák. És az új hagyma is. Ilyenkor még egy pici só, hiszen az új hagymát nem ízesítettük semmivel. És jöhet a tarja is a másik serpenyőbe. És hogyha a tarja egyik fele megsült, akkor le is kapcsolom, megfordítom, és serpenyővel együtt berakom a 220 fokos sütőbe. Kész is van a sült hagyma, lekapcsolom, hagyom a serpenyőbe, és megvárjuk a húst, és utána tálalok. 4-5 perc sütés elegendő is a tarjának a 220 fokon, úgyhogy ki is veszem a sütőből. Kész is, és most sózom meg, és tálalok. Jöhet a sült paprikás, sült burgonya saláta, a tarja, hát egy icipici szavnak nem tudok ellenállni, és jöhetnek a sült hagymák. El is készült, hát egy igazi grillétel, rusztikus, incsiklandó, és nagyon-nagyon finom, és azt gondolom, hogy egyszerű. Jó étvágyat kívánok!